Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszeret című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A körmendi vereség után az Albafehérvárt fogadják a Kékcápák. Két hétig ismét edzenek a tabella harmadik helyén telelő Kisvárda focistái. Két év szünet után újra megrendezik a Móricz Kupa nemzetközi röplabda tornát. Az Újfehértó zárta az élen az őszi szezont a labdarúgó megyei első osztályban. Egy ponttal legyőzte az Ajkát idegenben a nyíregyházi kosársuli. Két győzelem és egy vereség az Akvese pólósainak legutóbbi mérlege. Vereséges szenvedett Körmenden a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák 93-76-ra kaptak ki a hazaiaktól. A nyíregyháziakat a Szollár Gergő Alberto Ónya edzőpáros irányította, mivel a klub vezetése szerződést bontott Pető Ákos vezetőedzővel. Maximálisan elégedettek voltunk én is személyesen, illetve a klubunk Ákos munkájával, illetve azokért az eredményekért, amit együtt értünk el, hiszen azért ne feledkezzünk meg a tavalyi bravúros szezonról, hogy első osztályi szezonunkban 11. helyen tudtunk végezni. Nyilván egy korlátozott anyagi lehetőségekkel indultunk neki ennek az évnek, és láttuk azt, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Az igazolások papíron azt gondolom, hogy jól sikerültek, viszont mégsem mutatták meg a játékosok azt, ami bennük van. Ezért is volt korábban egy légiós csere már, illetve Ákossal, mi azt azért egyeztettük minden mérkőzés után, hogy ha sajnos nem indulunk el jó irányba, akkor előbb-utóbb el fog jönni ez a pont. Volt két fájó hazai vereségünk, ugye az Alaegerszeg és a Szeged után, úgyhogy utána úgy döntöttünk, hogy elválnak útjaink, próbálunk egy új impulzust adni a keretnek. Azt szokták mondani, hogy egy légióstól elvárás, hogy jobban teljesítsen, mint a magyar játékosok. Ez nemzetközi tendencia is, és a magyar bajnokságban is a légiósok húzzák általában a csapatok szekerét, Tolezsáj távozásának hátterében a gyengébb szereplése. Abszolút muszáj, hogy húzzák a szekerét a csapatnak. Dolezsáj személyen egy nagyon szimpatikus és jól dolgozó, jól edző játékost ismerettünk meg, de a végén mindig a számok beszélnek, tehát 5-6 pontos átlaggal, 20 perc játékidő fölött sajnos nem tudtuk már védeni tovább ezt a szituációt. Ő is érezte, hogy ebben a közegben, ebben a játékstílusban ezekkel a feltételekkel nem is tudom, nem tud úgy teljesíteni, hogy magától elvárja, ezért mindkét fél közös érdeke volt az, hogy elválunk, és ő talál magának esetlegesen egy másik csapatot, mi pedig most el tudtuk őt engedni jól. Ugye Körmenden megbízott edzőpárossal lépett pályára a csapat, Körmend volt a papírforma szerint az esélyes, érvényesült is a papírforma. Milyen mérkőzés sikerült játszani, hiszen az eredmény az egyik mérce, de azért az sem mindegy, hogy milyen játékot nyújt egy pályán egy csapat egy vereség alkalmával. Igen, az látszott az első félidőben, hogy nagyon megzavarta a srácokat, ami történt az utóbbi héten, hetekben, és azt se tudták sokszor, hogy hol vannak a pályán. Majd, hogy nem 30-33 pontos vereség volt a félidőben. Ott úgy éreztem, hogy kell erről beszélni az öltözőben, és úgy érezték a légiósok is, illetve többen felemelték a hangjukat. Átbeszéltük azt fél időben, hogy itt majdhogy nem mindegy, hogy mi lesz az eredmény, itt egymásért kell küzdeni a klubért, azért a feltételekért, amiért ők itt vannak, és leginkább önmagukért. És átfordult fél időben valami az agyukban ezzel kapcsolatosan, és 17 ponttal megnyertük a második fél időt Körmend ellen, ami azt gondolom, hogy nagy szó. Meg is dicsértem őket, hogy én úgy érzem, hogy elindultunk egy jobb irányba, és elindultunk egy kicsit följebb. Függetlenül attól, hogy nem nyertünk, és nem is mi vagyunk az esélyesek a következő mérkőzésen sem, de agyba ezt egy picit át tudták már állítani. Ugye az Albafehérvár érkezik pénteken, második helyen állnak a tabellán, az egyik bajnok esélyesnek tartják azt a csapatot. Mire lehet jó ez a mérkőzés? Bár láttunk már meglepetéseket, bravúr győzelmeket ebben a bajnokságban, tehát akár az is benne lehet ebben a meccsben. Benne lehet, bár nem gondolom, hogy komoly reális esélyünk van így, hiszen az Albakomp is úgy gondolja, hogy kit hanem annyira egy házát ugye ebbe a helyzetbe. Mint amit mondtam a Körmenden és a második félidőben, ezt önmagunkért kell megtenni, és azokért a szurkolókért, akik ki fognak látogatni a meccsre, hiszen nem hagyhatjuk csörbe őket, vetődni kell minden labdáért, küzdeni kell, és az eredmény majdhogy nem azt mondom másodlagos egy ilyen mérkőzésen. Gyakorlatilag megbízott vezetőként, edzőként lesz Szollár Gergő, illetve Alberto Ónya továbbra is ezen a mérkőzésen, de dolgozunk a továbbiakban. 0-9-el áll per pillanat, a csapat nem mutat jól a tabellán, de hosszú még a bajnokság, és ráadásul más lebonyolítási rendszer, mint az elmúlt szezonban, tehát abszolút nem kell temetni a csapatot, és ezt nem látható, tudják a szurkolók is. Igen, ezt kevesen tudják, hiszen idén változott alapjaiban a kosárlabda rendszere Magyarországon, ugye az alapszakasz
eredményeket tulajdonképpen nem visszük magunkkal. Majd, hogy nem azt mondom, hogyha egy csapat 0-26-tal zárja az alapszakaszt is, majd, hogy nem mindegy, hiszen az alsóházi rájátszásban pontrendszer lesz. Tehát, hogyha az első mérkőzést ott megnyer valaki, már nem is utolsó. Persze nem erre appellálunk, a mi helyzetünkben ez most értelemszerűen egy előny, de nem lehet olyan morális állapotba bekerülni ebbe az alsóházi rájátszásba esetlegesen sem, hogy nincs győzelme egy csapatnak. Tehát félreértés ne essék, szeretnék legalább 5-6-7-8 attól függően győzelmet összeszedni, megverni a riválisainkat, összerakni a csapatot, és egy új edzővel, új impulzusokkal sikeresnek lenni. A harmadik helyen tölti a téli szünetet az NBA tabellájának kisvárdai futballcsapat. Az őszi idény Török László vezetőedző értékelte. Mindenféleképpen sikeresnek nevezhető az egész őszünk, mondhatjuk azt, hogy a felkészüléstől kezdve. Ugye a felkészülésünk az Ausztriában kezdődött, illetve itthon egy hetet után Ausztriában. Ott elsősorban már a nemzetközi mérkőzésre fókuszáltunk, de párhuzamosan mellette ugye már készültünk ugye a hazai NBA-es fordulókra is. Ez egy nagyon jó alaphangot adott, nagyon jó tapasztalatokkal gazdagodtunk, én úgy érzem, mind a klub, mind a vezetés, mind pedig a szakmai stáb ezeken a nemzetközi mérkőzéseken, ugye 4-ből 3 mérkőzésen ugye sikeresek voltunk, ami egy nagyszerű alaphangot adott a hazai mérkőzések folytatására. Ugye 6 veretlenül megbívott bajnokival kezdtünk, majd jött egy kis hullámvölgy, utána megint egy jobb időszak, mert a végén megint rosszabb mérkőzések következtek. Mi volt az oka ennek a hullámzásnak? Ezt azóta is ugye fejtegetjük és boncolgatjuk, beszélgettünk róla, de hát nagyon sokáig nem kell, inkább azon kell arra kell koncentrálnunk majd, hogy ezek a kétszeres hullámvölgyek ne legyenek meg, mert minden csapatnak bajnokságban biztos, hogy lesz, és vagy volt már, és lesz még hullámvölgye. Mi sajnos túl vagyunk egy komolyabban, meg ugye a véghajrá az ugye nem sikerült, amiben ugye csalódottak vagyunk, hogy nem sikerült egy jó szériával zárni ezt az őszt, főleg hazai pályán a nem tudtunk szépen búcsúzni. Én egy ezüstös csapathoz, stábhoz csatlakoztam, akkor ugye Révész Attila sportigazgató meghatározta a kitűzött célokat, ugye a nemzetközi kupába, ahogy csak tudunk, jussunk el, utána a bajnokságban pedig ugye, hogy mivel egy jó szereplést produkáltunk a nemzetközi szinten, ezért azt mondta, hogy a jövőre szempontjából is fontos az, hogy sikeresek legyünk, és újra nemzetközi porondon megmérettessük magunkat. Tehát a célkitűzés akkor alapból megvan, hogy dobogósnak kell lenni. Egykori Kecskemét és honvéd edzőként többször hangsúlyozta, hogy megtisztelő feladat, és a Kisvárdán dolgozik, ez egy nagyon jó csapat, ezt tartod így a végén. Óriási megtiszteltetés volt a felkérés, ugye mondta, hogy ugye megvan a filozófia, megvan a szakmai program, amit már én is ugye magamban szívtam itt az akadémián, tehát itt ebbe csak azt kell beletennem, hogy a vezetőedzői feladatokat lássam el, hozzam bizonyos döntéseket, de megvolt az a kialakított ritmus a programban, a filozófiát tudtuk, amit vittünk tovább, és hát egyértelmű, hogy egy nagyon jó Kisvárdához csatlakoztam, azért tavalyi ezüstérmes volt, és látjuk, hogy honnan indult, és hogyan fejlődött, és hova jutott a klub. Mekkora dolog egy klub életében, hogy most már standarden felnőtt válogatott játékosaink vannak, még ha más országokban is. Mindenféleképpen, ha valaki a saját nemzeti csapatában játszik, az egy óriási elismerés, az jelent egy minőséget, és az, hogy nálunk van 3, esetleg majd lehet még több is, az mindenféleképpen mindenki számára egy megtiszteltetés, és egy kiemeli a többi csapat közül. 22 tétmérkőzés játszott a csapat az ősszel, ebből ugye 2 volt a MOL Magyar Kupa sorozat, amiről még nem beszéltünk, ott egyszerűen csak hoztuk a kötelezőt, de magabiztosan is bizakodva nézhetünk a folytatás elé. A bajnokság mellett ugye van még azért egy pici siker, ugye a Magyar Kupa, ahol most igen előkelő helyen vagyunk. Nagyon várjuk a következő mérkőzést, ugyanis hogyha vannak célok, mert mindig kell, hogy legyen egy klub életében cél, ugye van a bajnokság, hogy dobogós legyünk, és van mellette egy Magyar Kupa, hogyha már itt vagyunk és eddig eljutottunk, akkor vigyük a végéig. 2 év szünet után ismét megrendezik a Móricz Kupa lány nemzetközi röplabda tornát. A házigazda mellett 2 magyar és 3 külföldi együttes lép pályára Móricz csarnokában.
szűkültek a lehetőségeink, mivel hétvégén nem tudunk rendezni mérkőzéssorozatokat, ezért hétköznapban kellett gondolkodni. Itt megint nehéz volt, mert a hétköznap nagyon nehéz szállás lehetőséget biztosítani a csapatok számára. Sikerült megoldanunk. Nagykállóba, a Bocskai vendégházba helyeztük el a külföldi vendégeinket, míg az egyetem kollégiumában biztosítottunk szállást a magyar csapatoknak. 6 csapat részvételével, 3 külföldi, Szerbia Kikinda, Lengyelország Jaszló, Szlovákia Prešov, majd az MTK UTE és a Móricz Sportcentrum csapata fog részt venni a december 1-2-án immár hagyományos megrendezett 27. Mondhatom, hogy az országban egyedülálló U15-ös utánpótlás tornán. Várjuk, hogy ezzel a 6 csapattal is nagyon magas szinten fogunk röplabdázni. Várjuk az izgalmakat, és örülünk a lehetőségnek, hogy még ilyen formában is sikerült megrendezni, magyarul újraéleszteni ezt a Móricz tornát, mert semmiképp nem szerettem volna, hogyha a 26-nál megállunk. Igazából a 29. lenne most, ha a Covid járvány nem érje felül a helyzetet. Azt gondolom, hogy a gyerekek is nagyon várják, és azért is gondolom, hogy magas szinten fognak röplabdázni a gyerekek, mert a magyar színvonalat nézve az UTE és az MTK-ba, valamint nálunk is van korosztályos válogatott gyerek, és a külföldiek is nagyon jó erőt képviselnek, úgyhogy azt gondolom, hogy akik kilátogatnak a mérkőzés sorozatokra, nem fognak csalódni. Ezúttal egy helyszínen lesz az összes mérkőzés a Móricz tornacsarnokában. Hány meccset játszottok 2 nap alatt? A 2 nap alatt 13 mérkőzést fogunk játszani, mivel 6 csapat van, 2 csoportban, körmérkőzés formájában fognak a csapatok vagy a mérkőzések zajlani. A csoport elsők kiemeltek lesznek, míg a csoport második és harmadik helyezettek keresztjátékot játszanak. A győztesek a negyeddöntőbe, míg a vesztesek az alsóházban fogják folytatni a játékot tovább. Milyen esélyekkel lép majd pályára a hazai csapat? Azt gondolom, hogy 1-3-ban mindenképpen benne kell lenni. Hát ha visszagondolok 2019-re, akkor döntőt játszottunk a Vasassal, sajnos alul maradtunk, így ezüstérmesek lettünk. Most azért jó lenne megnyerni ezt a Móricz kupát, mivel újraélesztettük, meg az alapszakaszt is 3. helyen zártuk az első osztályban, az OGB-i csoportban. Hát én azt gondolom, hogy jó esélyekkel indulunk a tornán. Tavaly előtt ugye nem volt Móricz kupa, viszont tavaly a diák olimpiai sorozatot megrendezték, mégpedig Móriczos sikerekkel. Most hogyan álltok az 2022-23-as sorozatban? A tavalyi diák olimpiára visszatérve, az nagyon nagy sikernek számított, mivel mindkét korosztályban, U13-U15 sikerült megnyerni a diák olimpiát. Ezzel nekünk így a 40. diákolimpiai aranyérmünk született meg. Hát az, hogy most milyen reményekkel várjuk, hát ez sok mindentől fog függni. Mindenképpen azon leszünk, hogy most is ott legyünk a dobogó közelében, és remélem, hogy sikerül újra az álmainkat megvalósítani. 2 év kihagyás után lesz ismét Móricz kupa nemzetközi lánylöplabda torna, de talán ez az esemény túlmutat most a sporton az elmúlt évek történésének függvényében. Igen, nagyon fontos, hogy újra tudjuk éleszteni 2 év kihagyást követően, bár most sem könnyebb a helyzetünk, de úgy gondolom, hogy a sport az a terület, ahol a nehézségeket könnyebb talán túlszárnyalni, vagy átlépni, talán ez a helyesebb kifejezés. 6 csapat részvételével ismételten lebonyolításra került csütörtökön pénteki napon az iskolában. 3 külföldi csapat, 1 lengyel, 1 szlovák és 1 szerb csapat, illetve 2 budapesti csapat lesz jelen a tornán.
Az elmúlt két év az oktatásban is nagyon sok mindent hozott, ugye volt online oktatás, volt jelenléti, volt hibrid vegyes, pedagógusként hogy látja a sport, mennyit segített a gyerekeknek ennek az időszaknak az átvészelésében? Én úgy gondolom, hogy a sport az a terület, ami igen nagy szerepet kaphat ilyen helyzetben. A sportra odafigyeltünk az elmúlt két év alatt is, amikor csak lehetett, biztosítottuk a feltételeket mindenki számára, de a csapat sportok számára természetesen a szabályokat figyelembe véve, tehát a háttérben működött, és talán ez nagy segítség volt a gyermekek számára. Az Újfehértúl zárta az élen az őszi szezont a labdarúgó megyei első osztályban. Piskuti Zsolt együttese 10 győzelem mellett 4 döntetlent játszott, és egyszer szenvedett vereséget úgy, hogy valamennyi mérkőzését idegenben játszotta. Számunkra egy kicsit rendhagyó volt most a nyár, mert ugye kicsit kényszerből is elég sok változás lett a keret összetételében, ugye sokan kiváltak munkahelyi, családi elfoglaltság miatt, és volt, aki ugye sajnos sérülés miatt volt kénytelen leállni egy picit, úgyhogy nekünk fontos volt, hogy először is létszámilag is úgy alakítsuk ki a keretet, hogy tudtuk, hogy sok érkező lesz, ugye összerakni mindent, hogy mind posztokra, mind pedig játékosoknak a minőség olyan legyen, hogy a dobogós célt el tudjuk érni, mert ugye ezt tűztük ki a vezetőkkel a nyár folyamán, hogy szeretnénk újra dobogón végezni megye egybe, és ennek megfelelően erősítettünk, úgyhogy ez volt a fő cél nyáron. Olyan szempontból is rendhagyó ez az idény, hogy az ősz valamennyi meccsét idegenben játszottátok. Mennyiben igényelt ez más felkészülést egyáltalán, hol és milyen körülmények között tudtatok edzeni? Igen, más volt azért ez a felkészülés, mert azért idegenben játszani megye egyben azért nem túl egyszerű. Még sokat jelent itt azért a hazai pálya előnye. Mi Tégláson tudtuk a felkészülésünket elvégezni, amit ezúton is köszönünk Téglásnak, hogy ezt biztosították, mert nagyon jó körülmények között tudtunk készülni az idényre, de azért tudtuk jól, hogy idegenben nem lesz egyszerű sok pontot gyűjteni. Pontokba határoztuk meg azt, amit el szeretnénk érni, semmiképpen nem helyezésbe, mert azért ez be volt kalkulálva, hogy idegenben nem egyszerű. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit túl is lőttük a célt, mert egy ilyen 25-28 pontot szerettünk volna szerezni a szezon elején, és ez sikerült ugye megfejelni, mert 34 ponttal zártunk, ami nyilván semmiképpen sem negatív. Minek köszönheti ez a szereplés, mindössze egy vereséget szenvedett a csapat, és az is elismerésem miért, hogy mindössze 6 gólt kaptatok 15 mérkőzésen. Nagyon előtérbe helyeztük a nyáron is, hogy a védekezést ugye minél hamarabb rendbe tudjuk tenni, az edzőmeccseket is teljesen ennek rendeltük alá, hogy a védelmünk az nagyon masszív legyen, mert ez nagyon fontos volt, hogy ezeken az idegenbeli meccseken minél kevesebb gólt kapjunk. Ebből indultunk egy nagyon stabil védekezésből, ez sikeresen össze is állt. Nagyon odafigyeltünk arra, hogy megfelelő legyen a csapat összetartásoknak a száma, hogy minél jobban összekovácsolódjanak a fiúk először is pályán kívül, és ugye ennek köszönhető ez a kevés gól, kapott gól. Ha egy meccset ki kellene emelni pozitív értelemben, mert gondolom, hogy az egyetlen vereség a negatív oldal, akkor melyiket emelnéd ki? Erre a vereségre visszatérve egyébként ugye a szezon tényleg meglepetés csapatától kaptunk ki egy teljesen vállalható meccsen. Úgy gondolom, hogy 15 meccsből egyszer ez teljes mértékben rendben van, belefért. Hát a legjobb meccs, az pedig úgy nagyon nehéz lenne így kiemelni. Volt több szép mérkőzés, ami tényleg nagyon pozitív élmény volt. Hát ha mégis egyet talán mondani kell, akkor a Nyíregyháza. Tehát a Spari 2 elleni győzelem az nagyon értékes volt, meg egy fordulópont volt a bajnokságban, mert ugye akkor volt a vereség, meg a Nyírbélteken, ugye, és előtte volt egy döntetlenünk Máté Szalkával, tehát ott a pontokra is már szükségünk volt, és úgy gondolom ez egy fordulópont volt, és ugye utána jött ez, hogy Zsinórban 8 meccsen ugye gólt sem kaptunk, ez pont a Spari 2 meccs után volt, úgyhogy ez életlenül is egy nagyon fontos győzelem. Nagyon sűrű a tabella jelmezőnye. Milyen erőségű ez a mostani bajnokság? Én azt gondolom, hogy jó színvonalú a megye első osztály. Azért az mindenképp látszódik, hogy 5 csapat is ott vagyunk egymástól 4 pont, tehát az 5. Spari 2 is köztünk, ugye 4 pont a távolság. Nagyon jó meccseket tudtunk játszani, azt gondolom, hogy helyenként színvonalas, és tényleg jó iramú meccseket is láthattak a kilátogató nézők, úgyhogy én elégedett vagyok a színvonallal.
gondolom a pihenőket töltik a játékosok, mikor kezdődik a felkészülés, és terveztek-e változást a keretben egy ilyen szereplés után? Igen, a játékosok már most elmentek a jól megérdemelt pihenőjükre. Január első hetében fogjuk kezdeni a felkészülést, még itt is ugye egyeztetés alatt vannak dolgok, akár ugye az, hogy ugye milyen helyszíneken tudunk edzeni. Ugye télen azért nem egyszerű pályavilágítások, ugye csarnok bérlés, de már nagyjából az is kialakult, hogy megfelelő körülmények között tudjunk készülni. Hát játékos mozgás pedig nem igazán tervezünk, elégedettek vagyunk a kialakított kerettel, így szeretnénk végigmenni a tavasszal is. Tudjátok-e már, hogy hol játszottok tavasz, hiszen gondolom még egyszer nem szeretnétek elutazni minden ellenfélhez? A hazai pályán mindenféleképpen lesz. Az is előfordult, hogy kettő. Ez nekünk még talán jó is, jó, tehát így legyen, ennek örülnénk. Mert ugye az első felét a tavaszi szezonnak még valószínűleg albérletbe fogjuk tölteni. Azt még ugye megint csak egyeztetés alatt van, hogy ez hol is lesz. És ugye, hogyha minden jól megy, és a munkálatok befejeződnek, és mindent sikerül elintézni, akkor pedig a tavasz második felében pedig reméljük, hogy az új kis stadionunkat fel tudjuk avatni. Említetted, hogy az első három hely valamelyikét céloztátok, meg maradtak a célok, vagy pedig most már egyértelműen az aranyéremért szálltok hazba, tekintve ugye azért vagy alvéletben, vagy otthon, de 15 hazai meccs következik. Nyilván evés közben jön meg az étvágy, ahogy szokták mondani. Most már nagyon ragaszkodnánk ehhez az első helyhez. Szeretnénk ott végezni, álszentség lenne, hogyha azt mondanám, hogy nem, de hogyha a dobogó bármely fogán végzünk, azt nem fogjuk tragédiaként megélni. Csináljuk tovább a dolgunkat, muszáj rátenni még egy lapáttal, most már még jobban készülnek majd ránk. Ugye te megint csak egy másfajta felkészülést igénye, hogy minden meccs otthon lesz. Sok csapat nyilván mélyen védekezni fog, ellenünk be fog állni a kontrajátékra, tehát egy kicsit a csapatjátékunkat is át kell formálni majd itt a télen, de minden erőnkkel azon leszünk, hogy nagyon nehéz legyen minket megelőzni. Megszerezte a harmadik bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky-Gyuláni együttese, idegenben az Ajka ellen lépett pályára, és 61-60-ra múlt a felül ellenfelét. Nem Ajkán játszottuk a mérkőzést, hanem fönt Budapesten, mert ugye ugyan Ajka a telephelye ennek a csapatnak, de nagyon sok budapesti játékos játszik benne, tehát ezek a régi NBA-gyárs játékosokat gyűjtik mindig össze, ezt tesznek hozzá egy-két fiatalabbat, és így játszák a mérkőzéseket. Az igazság, hogy tartottunk ettől a mérkőzéstől, mert láttuk föl az eredményekben, hogy azért jó játékerőt képviselnek. Ránéztem egy-egy mérkőzésükre, amit élőben közvetítettek, hogy végig mire lehet számítani. Hát szép nagyra nőtt lánykák voltak, úgy magasságra, mint termetre, és hát ugye a rutinból adódóan ők azért egy egészen más szívusokos állapdát játszanak, jól dobtak kintről, nagyon jól védték a 2-3 zónát, ami komoly gondokat is okozott számunkra. Az első percekben úgy tűnt, hogy nem lesz különösebben gond meg probléma, mert szépen megoldottuk a helyzeteinket, ugye amíg embert fogtak. Aztán rájöttek arra, hogyha betömörülnek, akkor kicsit nehezebb lesz a dolog, hogy azokat az előnyeinket, amik vannak az egy-egyen a játékban, azt már ebben a szituációban nem tudtuk alkalmazni. Így kellettek volna kinti dobások is, és sajnos az nem igazán működött ezen a mérkőzésen. Így megpróbáltunk mindenféleképpen a palánk alatti helyzeteiket kialakítani, és azokat megoldani, de hát ott is voltak hibák. Meg hát hozzáteszem, tehát szokni kell még ezt a hőmérsékleteket, hogy azért attól függ, melyik teremben megyünk, attól annak megfelelően kell megnéznünk, hogy kell melegítenünk, hogy kell felöltöznünk, és itt még nagyon az elején járunk, és voltak játékosok, akik ugye a kezüket dörzsölgették, mert nem igazán úgy ment a dolog, ahogy ezt szerettük volna. Én azért vagyok büszke a lányokra, mert végül is egy nagy küzdelemben sikerült megnyernünk ezt a mérkőzést, és egyik-másik fiatalabb játékosunk kora ellenére olyan bölcs és jó döntőséget hozott, ami végül is azt eredményezte, hogy ezt a mérkőzést meg tudtuk nyerni. Egy hónap van még hátra az eszendőből, mennyire lesz sűrű a hétvégén egy hazai Hepuha mérkőzés, aztán jövő héten szerdán egy szintén hazai bajnoki az azonos mutatóval álló Zsíros Akadémia ellen. Milyen esélyekkel vágtok neki ezeknek a meccseknek? Az igazság, hogy nekünk az év ereje az hiányos volt. Egy volt szabadnapunk,
kettő, hogy az Ajkának ez egy eltolt mérkőzése volt, hogy ezért nem tudtuk ezen a hétvégén lejátszani a hepkupánkat, ezért kell a következő hétvégére rátolnia a hepkupát. Mellette kérte a Zsíros Akadémia, hogy játszunk már hétközi mérkőzést, mert annyira sok az utánpótlás mérkőzése, hogy nem tudják a hétvégére besűríteni. Természetesen olyan a kapcsolatunk az egyesülettel, hogy próbáltunk nekik ebben segíteni. Utána ugye van MTK mérkőzésünk van Budapesten, és utazunk még Debrecenbe. Tehát én úgy gondolom, hogy a Zsíros Akadémiát és a Debrecennél ott van esélyünk arra, hogy mindenféleképpen győztesen hagyjuk el a pályát. Az MTK ez attól függ, hogy kiket fognak játszatni. Tehát ha bejátszhatják az NB1-ából azt a 6-7 játékos, aki szokott játszani, akkor ott egy kicsikét azért nehéz ez, főleg, hogy idegenben fogjuk ezt a mérkőzést lejátszani, de én bízok benne, hogy ebből a három mérkőzésből legalább kettőn úgy fogunk játszani, hogy meg is tudjuk nyerni ezt a mérkőzéseket. Hogyan haladnak a korosztályos csapatok? A juniorjaink azok nagyon szépen menetelnek, mert ugye eddig két vereségük van a PVSK-tól. Az igazság, hogy a második mérkőzésen ott pihentettük a Lillát, a dobó Lillát, mert ugye ő válogatottban volt bent, és úgy gondoltuk, hogy neki is meg kell adnunk a lehetőséget arra, hogy az edzőtáborban részt tudjon venni, ezért inkább elmentünk nélkül erre a mérkőzésre, mert nem tudtuk hova tolni már ezeket. A többi csapatot eddig sikerült megvernünk, most hétvégén a Győr csapatához fogunk látogatni, ami az idegenben nem egy egyszerű mérkőzés, de mindenféleképpen megpróbálunk ott is úgy játszani, hogy az egy győzelem legyen a végeredmény. Két győzelemmel és egy vereséggel zárták a 10. fordulót az Akvaese országos bajnokságban szereplő vízilabda csapatai. A serdülő és az ifjúsági együttes legyőzte a Budapesti Póló Akadémit, a gyermekcsapat viszont két gólos vereséggel szenvedett a fővárosiaktól. A gyerekcsapat a várakozásnak megfelelően egész szépen szerepelt. Nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen a végéig harcban voltunk a győzelemért, hatalmasat küzdöttek a srácok, és ezt szeretném látni a következő fordulókban is, hogy így állunk bele a mérkőzésbe. Most sajnos nem sikerült győzelmet szereznünk, viszont nagyon biztató az előjel a következő fordulóra nézve. Győzött viszont a serdülő csapat, milyen mérkőzésen? A serdülő csapatunk egy magabiztos győzelmet aratott, ez is volt a papírforma, és itt az volt a lényeg, hogy mindenki szerephez jusson a mérkőzésen, és nagyon jó volt látni, hogy a 2008-as játékosok is úgy szálltak bele a mérkőzésbe, hogy gólokkal tudták ezt a bizalmat meghálálni. 5 góllal 15-re vezet a félidőben az ifjúsági együttes. Ez a papírforma várható, hogy a folytatásban is így alakul a meccs? De tudjuk, hogy milyen képességűek vagyunk, és ebben az ifi csapatban alapból több van, mint amit a szezon során mutattunk. Most jelen pillanatban igen, nagyon jó ritmust fogtunk ki, és nagyon szeretnénk a mérkőzés végéig is ezt a ritmust megtartani, mert ideje összeszednünk az első győzelmünket az ifi bajnokságban is. Említetted korábban, hogy létszámgondok voltak némelyik korosztálynál, most hogy nézek ki? Az ifi csapatnál továbbra is létszámgondok vannak, hiszen ugye készülnek a gyerekek a továbbtanulásra, és külön órákra járnak, sajnos nem mindig tudnak edzésen jelen lenni. Viszont a serdülő játékosok most nagyszerűen ugrottak a vízbe, és nagyszerű elszántsággal vetették bele magukat a csapat érdekében, hogy győzedelmesen hagyjuk el a medencét. Kicsit zaklatott volt az ősz, ugye egy ideig Újfehérton készültetek, míg zárva volt a nyíregyházi város úszoda, kiegyenesedtek már a dolgok? Nagyon jót tett nekünk az, hogy visszakerültünk az uszodába, hiszen itt megvannak azok a körülmények, hogy sikereket tudjunk elérni, és a gyerekekkel látszódott is a fordulók alapján, hogy amint visszakerültünk, egyre jobb lett a játék, és szebb lett a játék. Hány forduló van még hát ebben az esztendőben? Még 3 forduló van az országos bajnokságból, utána most szombaton megyünk Vácra, van egy hazai meccsünk még december 11-én, és Békés Csabán fogjuk zárni az alapszakaszt. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!